Már törik a dohányt ezen az ófehértói ültetvényen. A többi kultúrnövényhez hasonlóan a dohány is nagyjából 10 nappal, 2 héttel korábban érte el a betakarításhoz megfelelő fejlettségi állapotot, már azokon a földeken, ahol tudták öntözni a növényt az aszályos, extrém forró időjárás mellett. Jól látszik, hogy az ófehértóihoz képest ezen a Pócs Petri melletti dohánytáblán, ahol nem öntözték a növényeket, azok alig nőttek meg, és a leveleik is fejletlenek maradtak, sok helyen leszáradtak. Erre most már fel kell készülni, hogy 3-4 évenként rendkívül aszályos évek jönnek. Az, hogy nincs csapadék, az aszály ezt jelenti, de nem csak ezt jelenti, hanem ez fokozódik azzal, hogy meleg is van, tehát extrém magas hőmérséklet van. Az idei évben eddig olyan 30 fok körül hőmérséklet volt csapadék nélkül, az utolsó két hétben azonban sajnos 34-35 fokok voltak. Azt kell mondjuk, hogy itt különösen a szabolcsi régióban, homokos jellegű talajon öntözés nélkül tulajdonképpen minden nagyon minimális termést hoz. Országosan mintegy 5800 tonna dohányra szerződtek a gazdák a dohányfelvásárlókkal, melynek a legnagyobb részét Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében termelik meg. A Magyar Dohánytermelők Országos Szövetségének elnöke szerint az öntözött területeken 2 tonna fölötti termés átlagra számítanak hektáronként, míg az öntözetlen területeken alig haladja meg az 1 tonnát a termés mennyisége. A munkaerőhiány miatt pedig a betakarítás is jelentős gondot okoz a gazdáknak. Probléma a betakarításnál, hogy bizony a munkaerő az nem áll rendelkezésre úgy, mint ahogyan ezt korábban megszoktuk, és nagyon sok termelő emiatt csökkentett kapacitással tudja a betakarítását végezni, folytatni, emiatt is kihúzódhat ez a betakarítási időszak. A piaccal kapcsolatban el tudom mondani azt, hogy 2 felvásárló van Magyarországon, az egyik a ULT Magyarország, a másik pedig a Dofer, a szolnoki fermentáló. Mindkét fermentálóval szerződést kötnek a termelők, és nem is termelhet szerződésen kívül senki Magyarországon dohányt a jövedéki törvény értelmében, de a szerződésben rögzített mennyiségen túl többlettermést is maradéktalanul felvásárolja a mindkét cég. Bényei Illés hozzátette, a dohánytermelők között egy hagyományosan fontos nap a szeptember 8-a, amikor a megfigyelések szerint a hajnali órákban reggelre dél érheti a növényeket. A dohányt, ha egy enyhe fagy is éri, alkalmatlanná válik az ipari feldolgozásra, így akár már szeptember elején is befejeződhet a betakarítás, a vártnál még nagyobb veszteséget okozva a gazdáknak.